Jelentősen felértékelődött a biztonságérzet a vásárlások során az elmúlt hónapokban. Sokkal fontosabb szempont lett a vásárlók szemében, mint a kiszolgálás minősége vagy az udvariasság. Egy európai szintű kutatás keretén belül most azt mérték fel, mennyire figyelnek oda erre a kereskedők. Megvizsgálták a különböző iparágakban, például szupermarketekben, drogériákban, benzinkutakon vagy ügyfélszolgálati irodákban, mennyire érzik magukat biztonságban a vásárlók, a kereskedők pedig mit tesznek ennek érdekében. A felmérést egy próbavásárlásokkal ügyfélélmény fejlesztéssel foglalkozó cégeket tömörítő nemzetközi szervezet végezte el 15 ország 5800 hazánk több mint 100 üzletében. Amiket néztünk, egyrészt a készfertőtlenítő megléte az üzletekben, az, hogy van-e jelzés a biztonságos távolságtartásra, hogy a dolgozók betartják ezt a távolságot egymás között, vagy a vásárlókkal szemben, betartják-e a vásárlók a távolságot egymás között, van-e a dolgozóknak bármilyen védelem kialakítva, gondolok itt plexifalra, vagy valamilyen elkülönítésre az üzleten belül, illetve hogy van-e maszk a vásárlókon. Bár arra jutottak, hogy a maszkviselést a legtöbb országban komolyan veszik, minden tizedik üzletben alapvető hiányosságokat találtak. Leginkább a fegyelmezettség terén vannak gondok, mind a személyzet, mind a vásárlók között probléma a megfelelő távolságtartása. Mi ráadásul az európai átlag alatt teljesítünk ebben. Ebben közrejátszhatott, hogy a tavasszal felfestett jelzések, padlómatricák, kihelyezett felszólító plakátok sok helyen nem lettek pótolva, cserélve. Van ugyanakkor olyan szempont, amelyben jobban állunk a többi országnál. Jól teljesítettünk a készfertőtlenítőkben is a jelzések megjelenésében, és amiben jobbak voltunk az európai átlagnál, az a vásárlók maszkviselési szokásai, hiszen a 15 ország átlagában az esetek egy negyedébe tapasztaltuk azt, hogy nem viseltek maszkot a vásárlók, míg nálunk ez csak 14% volt. A szakember hozzátette, a járványügyi intézkedések csak akkor működhetnek megfelelően. Az üzletek is kiemelt figyelmet fordítanak ezek betartására, betartatására, jó példát mutatva vásárlóiknak. Ahol ezt nem teszik meg, a kereskedők nem csak a hatósági büntetés kockáztatják, hanem ügyfeleik egy részét is könnyen elveszíthetik. A másik oldalról nézve viszont a szabályok betartása ugyan kötelesség, de egyben lehetőség is, hiszen aki ebben jól teljesít, az nem csak megtarthatja a vevőit, hanem megerősödve jöhet ki a válságból.